Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök VNTV-t, Iva Natura televíziót láthatnak, és FVQ adássorozatunkat nézik. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai vendégeinket a stúdióban, Dobos János urat, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnökét, és Bene Koppány urat, aki ennek az alapítványnak a média referense. Nagyon szépen köszönjük a megkeresést, és azt, hogy pedig a meghívást. Hogy egy olyan témában kívánnak megszólalni, amit általában az emberek csak filmekből ismernek, illetve olyan dolgokkal is élünk együtt itt ebben a közösségben, amik egy kicsit kényesebb területeket is érintenek, például a pszichiátriát. És nem nagyon volt ilyen beszélgetésünk még itt a VNTV-n sem, annak ellenére, hogy nagyon sok lelki problémával foglalkozunk, arról, hogy hogyan tudja az ember a mentális egészségét megőrizni és frissen tartani. És először azt szeretném kérdezni, hogy mindenki kerüljön képbe, hogy egy kicsit erről az alapítványról, János, hogyha mondaná egy pár szót, hogy mióta van ez, mi az alapítvány, és milyen célt, milyen segítséget hivatott adni az embereknek. Az alapítványnak a neve az már elhangzott, Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért. Ez egyébként egy nemzetközi szervezet, aminek mi a magyarországi csoportja vagyunk, és ez a szervezet az egész világon azzal foglalkozik, hogy ha a pszichiátriákon történtek jogsértések, visszaélések, atrocitások, megalázó bánásmód, stb., akkor ez segít ezeknek az embereknek, akik ilyesmin mentek keresztül. Tehát gyakorlatilag mi egy ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetünk olyan emberek számára, akiket visszaélés ért a pszichiátrián, egy intézetben, egy osztályon, pszichiátriai kezelés során. Ugye ez sok minden lehet, a megalázó bánásmódot említettem, kényszer beszállítás egy pszichiátriára és kényszer kezelés akarata ellenére, túlgyógyszerezésből adódó károsodások, sok minden lehet, szóval viszonylag széles a paletta, halálesetekkel is elég gyakran szoktunk dolgozni. Nagyon sok megkeresést kapunk itt a VNTV-n, mi olyan segélykérő telefonokat, annak ellenére, hogy mi azért ugye ebben nem nagyon tudunk maximum elküldeni, irányítani tudunk embereket a potenciális segítségekhez. Nagyon sok olyan segítségkérés érkezik, ahol igazából valamiféle depressziószerű, vagy valamilyen mentális zavarral küzdő, akár fiatalokat, vagy akár szülőket elkezdenek kezelni, begyógyszerezik, leszedálják őket. Én meg vagyok döbbenve, amikor felhívnak, hogy én segítsek valakinek a testvérét kihozni a pszichiátriáról, vagy a gyerekét, vagy hogyan tudnék megszabadulni. Van egy másik oldala is, az egyik, amikor valaki segítségre szorul, vagy elvitték, esetleg kísérleteket végeznek rajta, nem tudja a szülő visszaszerezni a gyerekét, és van egy olyan oldala is, amikor valaki félelemben él egy ilyen embertől, és keresi a megoldást. És igazából azt vettem észre, hogy az emberek nem mernek segítséget kérni ezekben az ügyekben. Sokszor ezeket mély, sötét családi titkok övezik, és Koppány volt az, aki azt mondta, hogy ő vállalja azt, hogy az ő saját történetéről mesél. Ezt azért szeretném, és nagyon örülök neki, hogy ezt vállalta Koppány, mert az emberek akkor egy kicsit be tudják azonosítani azt, hogy esetleg ők is benne vannak egy ilyen helyzetben, és esetleg eddig nem mertek szólni senkinek, vagy ugye, ami még egy picit szeretnék arról beszélni, hogy miért olyan nagyon érzékeny ez a terület, mert ugye, ha valakit a pszichiátriára mondjuk bevisznek, bármilyen okból, akkor ott nagyon könnyen lehet hozni róla egy olyan ítéletet, hogy ő nem beszámítható, tehát valahol elveszíti teljesen a jogait. Onnantól kezdve egy stigmát jelent a dolog legtöbb esetben. Egy stigmát, de adott esetben nem tudja ő magát sem megvédeni, mert azt mondják, hogy ő nem beszámítható, lehet, hogy egy ítélet alól elkövet egy gyilkosságot, ugye jön egy papír, hogy ő nem volt olyan állapotban, felmentik, de ugye sokaknak az ellenkezője történik, hogy ő nem tudja magát megvédeni, és esetleg egy olyan kezelés áldozatává válik, ami ellen nincs orvosság, nincsen segítség. És Koppány azt mondta, hogy elmeséli, hogy ő vele mi történt, illetve az édesanyjával.
Hát ez egy viszonylag régi történet már. Még gyerek voltam, én 12-13 éves, amikor az anyukám tény, hogy furcsán kezdett viselkedni, tehát ezt aláírom. És ez odáig jutott, hogy bevitték a pszichiátriára mentőautóval. Viszont ami innen kezdődött, az az, hogy igazából nem igazán segítséget kapott arra, hogy mondjuk rájöjjön, hogy mit kezdjen az életével, vagy hogy hogyan hozza helyre, amit esetleg csinált, vagy hogyan találjon stabil pontokat az életben, ami mentén boldog és sikeres tud lenni, hanem egyszerűen csak legyógyszerezték, ahogy említette általánosságban Ágnes is, hogy kapott olyan gyógyszert, amitől bamba arc kifejezése lett, lassan mozgott, alig tudott beszélni, és ilyen állapotban volt hetekig a kórházban, és aztán később kiengedték, és akkor hazakerült, de ott is szednie kellett ugye ezeket a gyógyszereket. És ami érdekes nála, hogy ő egy költő volt, bár nem lett sikeres, tehát nagyon nehéz lenne megjelent versét találni, viszont naponta legalább egy verset mindig megírt, vagy körülbelül, tehát rengeteg verset írt nagyon rövid idő alatt. És amikor szedte ezeket a gyógyszereket, akkor nem tudott verset írni. Tehát megszűnt ez a szellemi állapot, hogy ő valahogy kapcsolatban áll a múzsájával, vagy hogy ihlete van és ír. És egyszerűen nem, így leblokkolt. Tehát a gondolkodása teljesen megállt ebbe a művészi gondolkodása. És aztán, amikor úgy döntött, hogy lassan elhagyja a gyógyszerét, akkor újra tudott verset írni, és nagyon sok versének ez volt a témája egyébként akkor, hogy mennyire le van fékezve a gondolkodása, és mennyire nem érez érzelmeket, és ilyen dolgok. És aztán később megint bekerült a pszichiátriára, és megint kellett szedni, és akkor nyilván megint nem tudott írni. Illetve a gyógyszereknek olyan mellékhatásai lettek, amik fel vannak sorolva egyébként a gyógyszer papírján, de az ember nem gondolja, hogy ez ennyire rossz, vagy hogy nem mindenki nézi meg előre, vagy nem tájékoztatja az orvos, hogy várható majd, hogy mondjuk mozgatnia kell a száját egész nap állandóan, vagy nem tud leülni egy székre, hanem csak fészkelődik órákig, vagy hogy fel alá kell járkálnia a szobában. Tehát nagyon sok cipőjét elkoptatta úgy, hogy csak a szobában föl alá járkált, mert nem tudott nyugton leülni. És ezekre vannak ilyen latin kifejezések a gyógyszer leírásában, hogy akatézia, tardív, diszkinézia, meg ilyenek, ami azt jelenti, hogy nem tud nyugodtan ülni, vagy hogy olyan izommozgásai vannak, ami nem megfelelő, vagy begörcsölhet valamilyen izma. És ez az ő életét egyértelműen tönkre teszi, aki ugye szedélyet, meg a családját is. Tehát azt nem is volt jó nézni. És hát ez csak az egyik része volt a történetnek. Még van tovább, de így nekem ez az, ami feltűnt, vagy ez az, amit rossz volt nézni nála, hogy egy emberi roncs felé, állapot felé kezdett el menni, és nem azt láttam, hogy volt egy problémája az életben, és a pszichiátrián segítettek neki feldolgozni, vagy új életet kezdeni, vagy túllépni a problémákon, hanem csak letompították, és jöttek a mellékhatások, ami vicces szó ez a mellékhatás, mert mondhatnánk egy bármilyen gyógyszerre, hogy mondjuk csillapítja a fájdalmat, és mondjuk az embernek, nem tudom, magas vérnyomása lesz, akkor ez most fájdalomcsillapító mellékhatásként magas vérnyomás, vagy alacsony vérnyomása vérnyomás helyrehozó mellékhatásként csillapítja a fájdalmat. Tehát ez a gyógyszer felíróján vagy gyártóján múlik, hogy mit nevez mellékhatásnak. Szóval igazából onnantól nem volt teljes az élete. Lehet, hogy előtte sem volt sikeres, de legalább verseket tudott írni. És nem voltak ezek a mellékhatásai. Mik voltak a család lehetőségei? Tehát, hogy gondolom azért ezt nem hagyták tétlenül ezt az állapotot, hanem az a kérdésem, hogy esetleg volt-e valami ötlet, vagy egyáltalán felismeri a család azt, hogy akkor nem fogadom el feltétel nélkül azt, amit az orvos elrendelt, hogyha látom, hogy hova viszi, hogy mi az eredmény, hogy eszébe jut-e az átlag embernek azt feltételezni egyáltalán, hogy az orvos
sem biztos, hogy abban a helyzetben van, hogy megfelelő segítséget ad, hanem van egy protokoll, ami egy általános protokoll depresszióra, ugye ez az altató, ha nem alszik valaki. És ugye a mostani helyzet, az erről külön szeretnék majd beszélni, hogy mennyire vagyunk mentálisan egészségesek egy ilyen pandémia közepette, korlátozások, ahol az emberi jogok igenis megkérdőjeleződnek most, nagyon keményen, hogy önöknek eszébe jutott-e bármi, hogy menni kéne egyáltalán valahova, mondjuk fel kellene hívni egy ilyen alapítványt, vagy fel lehet hívni, ahol én esetleg tanácsot, vagy jogorvoslatot, vagy bármit kérdezhetek. Igazából nem, mert egyrészt anyukám egyedül nevelt minket, kettőnket a nővéremmel, tehát két gyerek mit tudott kitalálni. És a családban volt egy orvos egyébként, aki meg teljesen mellé állt az orvosi protokollnak, ahogy említette. Sőt, egyébként az is fölmerült, most jutott eszembe, hogy elektrosokkolják az anyukámat. Ez végül nem történt meg, de bele sem gondolok, hogy akkor mennyivel hamarabb tönkre ment volna még jobban. Elnök urat szeretném kérdezni arról, hogy mennyire szaporodtak meg az ügyek most így a pandémia alatt, és mivel úgy gondolom az alapítvány nagyon sok olyan ügybe belelát, ami nyilván a nyilvánosságra nem szoktak hozni, vagy nem is szólnak a nyilvánosságok erről, hogy ön szerint milyen állapotban van ez a társadalom most, ráfoghatjuk a pandémiára, és ezt azért kérdezem, mert egy ilyen mondatot is olvastam az alapítványról, hogy a mentális egészségügy megfigyelő szervezete. És nekem azonnal beugrott az Orwelli világ, amikor jó, ez egy regény volt, de igazából ez most teljesen valóra válik. Akár egy közösségi oldalon keresztül, amikor önkéntesen mindenki saját maga kiteregeti a szennyesét, de nem ezeket, illetve még egy ilyen közösségi oldalon is nekem nem egy ismerősömnek a segélykiáltása hangzott már el, hogy a depressziótól egy családban bekövetkezett élethelyzetből adódóan olyan állapotba jutott, hogy mondjuk egy Facebookon kért segítséget az ismerőseitől, és a családja nem is tudott róla, hogy esetleg ő vele ilyen komoly mentális bajok vannak, hogy mi az, ami látható az ügyekből, egy ilyen helyzetből, és hát esetleg ennek szakértőjeként mennyire várható esetleg egy rosszabbodás ez ügyben, hogy azok a dolgok, amiket elfojtottunk, hogy egy életen át mennyire nehéz eljátszani a normálist, hogy amikor ebbe egy belefárad az ember, és ki akar szabadulni a korlátokból, a megkötöttségekből. Tehát egy ilyen társadalmi képet szeretnék öntől, ha vállalja, hogy ön hogy látja ezt. Amennyire én avatott vagyok egy ilyen társadalmi kép lefestéséhez, de talán kiindulva onnan, hogy ugye az alapítvány Magyarországon 1994 óta működik, tehát most már több mint negyed százada, valójában 19-ben voltunk 25 évesek, arra jelent meg ez a kiadvány, amin ugye ez az említett mondat szerepel. És ez alatt a 25 év alatt azért sok mindent láttunk, majd hogy nem azt mondhatnám, hogy amit lehet, azt láttuk. Ennyi idő alatt több ezeren megkerestek minket ilyen jellegű problémákkal, tehát azzal, hogy őket sérelem, visszaélés, atrocitás érte a pszichiátrián, és rengeteg embernek segítettünk, nagyon-nagyon sok ügyet sikerült az igazságszolgáltatási vonalra terelni, és azon végigvinni, mert ugye alapvetően a mi tevékenységünk az abból áll, hogy ezeket az ügyeket felfedjük, és szigorúan jogi szempontból hát az igazságszolgáltatás elé vigyük, ami nem pusztán csak bíróságot jelent, vagy rendőrséget, hanem jelenthet szakmai szerveket is, ANTS, vagy orvosi kamara, vagy attól függ, hogy éppen milyen jellegű az az ügy, amelynek a kivizsgálása egy bizonyos szervet igényel, de a lényeg az, hogy ezt mindig igyekszünk jogilag megfogni. Ezt azért is hangsúlyozom, mert sokszor kell azzal szembesülnünk, hogy próbálják szakmailag kimagyarázni azt a dolgot, ami történt, hogy hát az azért kellett, mert az állapota indokolta, hogy ezt vagy azt csináljuk vele, miközben valójában meg nem. Tehát emiatt mi szigorúan jogi szempontból vizsgáljuk ezeket az ügyeket.
És azon túl, hogy ugye ezeket végigvisszük, és igyekszünk valamilyen kompenzációt jogi vagy egyéb módon elérni, ezen túl pedig szintén a feladataink közé tartozik az is, hogy elérjük, hogy az emberek, a társadalom, a nagy közönség, a döntéshozók tudjanak ezekről a dolgokról, mert amíg mi ezt a színfalak mögött csináljuk csak és küzdünk ezekért az emberekért, addig ez egy szélmalomharc marad. Ezért nagyon fontosnak, kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a nyilvánosságon keresztül megmutassuk azt, hogy mit találunk. Ezért is örülünk mindig az ilyen meghívásoknak. Ennyit felvezetésképpen az alapítvánnyal kapcsolatban, és hát ugye az elmúlt negyed században, mint mondtam, ugye több ezer ügyet vizsgáltunk, és ami egyben azt is jelenti, hogy folyamatosan keresnek meg minket ilyesfajta dolgokkal. Nekem sokszor volt az az érzésem egyébként ebben a 25 évben, hogy ezek a megkeresések inkább csak a jéghegy csúcsát jelentik. Mert sokszor ugye akkor ugrott meg ezeknek a megkereséseknek a száma, amikor például mondjuk feltűntünk egy komolyabb tévéműsorban valahol, akkor mi erre csomóan megkerestek. Tehát sokszor úgy tűnt, hogy valami fajta korreláció van a között, hogy mennyire vagyunk jelen a társadalomban, és hogy mennyien találnak meg minket, ami számomra azt mutatja, hogy bizony a tényleges sérelmet szenvedőknek csak egy része talál meg minket. Na, hát ez is egy, csak egy tanulság. Ez a legutóbbi másfél év, amikor az egész világ a feje tetejére állt, mondjuk így, eléggé felborította a mi munkánkat is. Abban a tekintetben mindenképpen, hogy az egészségügyben is átszervezés volt, a kórházakat átszervezték, a pszichiátrákat is átszervezték. Ugye ez kicsit mindjárt más helyzetet teremtett, nem lehet látogatni, nehéz ugye kapcsolatba lépni, stb. Ez egy kicsikét felborította a mi munkánkat is. Ettől függetlenül vannak megkeresések. De ráadásul még ugye nehezítette az is a helyzetet, hogy a hatóságok a tavalyi évben, amikor nagy leállások voltak, ők is leálltak, így aztán rengeteg olyan ügyünk volt folyamatban, amit vizsgáltunk, illetve aminek a kivizsgálását elindítottuk, amik egész egyszerűen parkolópályára kerültek. Évvége felé néztük meg, hogy ilyen 50 vagy 60 valahány elindított ügyünk volt a hatóságoknál, amik egész egyszerűen csak tolódtak, és újabb határidő, mert nem működtek ugye a hatóságok, akik illetékesek lettek volna, hogy ezeket kivizsgálják. Emellett ugye nem tudtunk csinálni rendezvényeket, amit máskor szoktunk, kiállításokat, stb. Úgyhogy csináltuk, amit tudtunk, és igyekeztünk azért ellátni a munkánkat és működtetni a jogsegélyszolgálatot, azért ez szerencsére sikerült is. De tény, hogy azért ugye nem csak a mi munkánk, hanem tényleg az egész társadalom borult ebben az elmúlt másfél évben. És ennek azért vannak érdekes következményei, úgy általában az emberekre nézve is. Ezt azért is tartom fontosnak kiemelni, mert nagyjából a tavalyi évnek talán a második felére volt a legjellemzőbb, hogy elkezdtek sorozatban megjelenni olyan cikkek, nyilatkozatok, tévéműsorok, amelyekben vezető pszichiáterek arról nyilatkoztak, hogy milyen komoly mentális betegség, járvány alakult ki emiatt az egész pandémiás helyzet miatt. És én ezen azért bosszankodtam nagyon, mert azt gondolom, hogy egy olyan helyzetben, amikor történik egy szituáció, és az emberek elveszítik a stabil pontjaikat, nem mehet oda, ahova akar, amikor akar, korlátozások vannak, létbizonytalanság van, nem tudni, hogy mi lesz most pontosan, hogy lóg egy csomó minden a levegőbe, ez óhatatlanul is az embert megviseli mentálisan. Ez nem kérdés, és azt gondolom, hogy ez egy normál emberi reakció, hát az ember egyszerűen így reagál. Ezeket viszont beállítani mentális betegségnek, aminek azután megint csak az lesz a vége, hogy menjenek pszichiáterhez, szedjenek gyógyszert, ez egy nagyon riasztó tendenciának tartom, és nem az első alkalom, amikor ezt módonban áll megfigyelni, hogy ilyen, hát erre a malomra hajtják a vizet a szituáció kapcsán. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy kicsit kritikus vagyok ezzel a mai pszichiátriai rendszerrel, de meg kell, hogy mondjam, hogy egyrészt a megfigyelés jogos, ha valaki így látja, de azt is meg kell mondanom, hogy ez miért van így. Ugye azt említettem, hogy mi jogi szempontból vizsgáljuk ezt a területet. De azért negyed század alatt az ember óhatatlanul is belelát abba, hogy hogyan is működik ez a rendszer, és mi történik benne. És a Kopany által elmesélt történet, ez kiválóan példázza egyébként azt, amire mi magunk a munkánk során tapasztalati úton rájöttünk, amit megláttunk, nevezetesen azt, hogy hiába vannak pszichiátriai intézetek, hiába vannak osztályok, kezelések, fejlesztések, plusz építkezések, stb. Az alapvető probléma, amit látunk, a legnagyobb probléma az az,
hogy hiába kerül valaki a pszichiátriára amiatt, hogy valamilyen mentális nehézséggel küzd, sajnos azok a módszerek, amiket a pszichiátriákon manapság alkalmaznak, ezek igazából nem alkalmasak arra, hogy az embereknek a szellemi, lelki egészségét, egyensúlyát helyreállítsák, helyrehozzák. Ellentétben azzal, mintha mondjuk az embernek, most csak egy nagyon egyszerű példát mondok, eltörik a lába, bekerül a kórházba, lehet, hogy meg kell műteni, hogy helyre tegyék. Begépszelik, egy kicsit fekszik, kijön úgy, hogy rendben van, és megy tovább az élet. A pszichiátrián ilyen gyakorlatilag soha nincsen. A legjobb eset az az, hogy beszabályozzák úgy az ott neki adott gyógyszereket, hogy valahogy úgy el tud működgetni az életben. De Isten igazából az történik, hogy addig szedálják az illetőt, amíg a kellemetlen mentális tüneteket nem sikerül elnyomni, és valahogy úgy beállítani, hogy azért még tudjon valamelyest működni. De hogy miből ered az ő problémája? Miért van neki ez a mentális nehézség? Az honnan jön? Mi tartja ott? Ezzel senki nem foglalkozik. És ezért nagyon gyakran azt figyeljük meg, hogyha valaki bekerül a pszichiátriának a rendszerébe, onnantól egy folyamatos leépülés történik. Újra és újra visszakerül. És még aki azt mondja, hogy őt neki segítettek ezek a gyógyszerek, még ott is meg lehet nézni, hogy ezek az emberek ezeket onnantól kezdve folyamatosan szedik, rendszerint életük végéig ezeket a szereket. Ez nem egy gyógymód, ez csak egy kémiai kontroll az embernek a viselkedése felett. És ez a legnagyobb probléma a manapság a pszichiátriában, meglátásom szerint, vagy meglátásunk szerint. Ezért is tartom aggályosnak, amikor olyan folyamatokat látok, mint például az említett, ugye, hogy megviseli az embereket a pandémia, mentálisan menj a pszichiátriára, kapd meg a gyógyszeredet vagy a kezelésedet, ezért tartom ezt riasztónak. Mennyire együttműködők a hatóságok ebben? Tehát az alapítvány honnantól tud segíteni? Akár onnantól is, hogy mondjuk felmerül a gyanú bennem, hogy mondjuk a családban valaki már azért olyan tüneteket produkál, hogy akár már ez tényleg a nem normális, vagy olyan mentális sérülés, esetleg egy helyzet éri, amit nem tud feldolgozni, és mondjuk lehetetlenné válik a vele együttélés, vagy a gondozása, vagy a segítése, hogy az egészen az elejétől tud az alapítvány segíteni, vagy már inkább a bajba jutottak a károsultak, netalántán, ha elhalálozik valaki, vagy mi van azokkal az emberekkel, akit mondjuk merő rossz indulatból mondjuk a szomszédja feljelent, és bevitette a pszichiátriára, ahol begyógyszerezik, és utána esélye sincs arra, hogy önmagáért tegyen valamit. Mert erre is van példa, hogy az alapítvány bármilyen ügyben meg tud kezdeni egy segítségnyújtási folyamatot elindítani, vagy egyáltalán hogy kell ezt elképzelni, hogy én fölveszem a telefont, feltételezem, hogy van egy telefonszám esetleg, amit fel lehet hívni, hiszen ezek elég kényes helyzetek, vagy ez, hogy kell elképzelni az alapítványnak a működését, mi a jellemző? Igen, pont így, ahogy kezdtem mondani, ugye van egy kolléganőnk, aki kifejezetten azzal foglalkozik, neki csak az a dolga, hogy a jogsegély szolgálatunk elérhetőségeit minél szélesebb körben elhelyezze mindenhol. Ez azt jelenti, hogy az interneten, ahol lehet, újságokban kis ingyenes hirdetésekkel, ilyen közszolgálati hirdetéseket elhelyeztet, képújságokban, vagy ahol éppen adódik, vannak szórólapozó önkénteseink, plakátok, vagy ami éppen van. Hát igyekszünk az elérhetőségeinket kijuttatni, és ezen keresztül megtalálnak minket aztán ezek az emberek. Egyszer csak csörög a telefon, és valaki elmondja a történetét, vagy ír egy e-mailt. És aztán nekünk az első feladatunk az mindenféleképpen az, hogy alaposan megnézzük, hogy ténylegesen mi a történet. Pont azért, mert ugye ez egy elég kényes terület. Sokféle elmeállapotú ember megkeres minket, és igen, nem mindig még könnyű. Azt is szűrni kell, hogy egyáltalán muszáj. Milyen állapotból érkezik egy megkeresés. Igen, noha azt el kell mondjam, hogy nem az a mérce nálunk, hogy az illető mennyire őrült, vagy mennyire nem, hanem az, hogy mi történt vele. De tény, hogy kell egy bizonyos fokú együttműködési készség az illető részéről ahhoz, hogy lehessen vele együtt dolgozni, egy olyan emberrel, aki teljesen be van pörögve, és csak hajtogatja magáit, nem lehet együttműködni. Szóval néha voltak ilyenek is. Na. De a lényeg az, hogy emiatt is jobb egyébként, hogyha például a családtagok keresnek meg minket, hogy az ő szerettükkel történt valami, ugye velük általában könnyű együtt dolgozni. Ha valaki jelentkezik, az első dolog mindig az, hogy bekérjük, fölvesszük az adatokat,
aláíratunk adatvédelmi meghatalmazást, bekérjük az összes dokumentációt, adatot, ami elérhető az ügyben, és átvizsgáljuk, hogy mi is történt valójában. Látnunk kell, hogy mi a sztori, mi az, amit alátámasztanak az adatok, dokumentumok. Ez sokszor igényel plusz kutatást, beszerezni ezt, beszerezni azt, kikérni még papírokat, utána nyomozni ennek vagy annak. Amíg valamennyire kerekké nem válik az, hogy mi is történt pontosan. Ugye ebből már azért látszik, ha idáig eljutunk, hogy történt-e pszichiátriai sérelem. Ha igen, akkor milyen jellegű, nekünk ugye meg kell határozni azt, hogy melyik jogszabályt sért, annak pontosan melyik részét, stb. Ki az illetékes abban, hogy ezzel csináljon valamit. És ha mindezt így dokumentáltuk, ami azt jelenti, hogy megvan a komplett esettörténet dokumentumokkal alátámasztva, benne van, hogy mi történt, mi bizonyítja, stb. Akkor ebből írunk egy hivatalos panaszt, ahhoz a szervhez, aki illetékes, ami lehet a rendőrség, lehet valami szakmai szerv, ombudsman, tudom én, és kérelmezzük ennek a kivizsgálását. Ezek igen nagy számban el is szoktak indulni, sőt, majdnem azt mondhatnám, hogy 100%-ban el is szokták kezdeni. Aztán utána már kicsit döcögősebbé tud válni a dolog, mert hát az a tapasztalatunk alakult ki megint csak a hosszú idő alatt, 2,5 évtized alatt, hogy és nem kételkedve a jó szándékában senkinek, de hát a hivatalos szervek sem mindig állnak a helyzet magaslatán, főleg egy-egy ilyen kényes kérdésben. Ilyenkor aztán nekünk segítenünk kell, egy kicsit alá kell dolgozni, hogy ez menjen. De mostanra azt mondom, hogy már elég rutinosak vagyunk abban, hogyan segítsünk végig ilyen ügyeket, és hogyan vigyük sikerre őket. Úgyhogy most már elég sok ilyen van a praxisunkban. Köszönöm, Koppány, azt szeretném kérdezni, hogy sikerült kapcsolatba kerülni az alapítvánnyal, és már nem beszéltük végig a történetet. Igen, én azért szeretném megkérdezni azt, hogy végül is sikerült-e segítséget kapni. Elképzelem a két gyereket, ahogy ők is tulajdonképpen áldozattá válnak egy ilyen helyzetben, kilátástalan tehetetlenségükben, elkeseredettségükben, és ugye nem tudom, hogy az édesanyjával azóta mi történt, és hogy hogyan került az alapítvánnyal kapcsolatban? Igazából a történet úgy folytatódott, hogy sok évig volt ilyen, hogy hol szedte a gyógyszereket az anyukám, hol nem, és időnként visszakerült a pszichiátriára, amit János is említett, hogy ez nem volt egy kezelés, nem volt egy életrendbehozás. Semmiképpen nem mondható annak. És a vége az lett, hogy sok évvel később, tehát 12-től 26 éves koromig van ez a történet, tehát 14 év, tehát elég hosszú volt. A végén annyira nem bírta már a gyógyszerek mellékhatásait, és ugyanúgy nem lettek megoldva azok az életbeli problémák, amik esetleg hozzá segítették ehhez az állapothoz, hogy úgy döntött, hogy nem él tovább, és meg is valósította ezt az elképzelését. A dologban talán az érdekes, hogy tehát ugye megölte magát, hogy teljesen egyértelmű legyek, és én előző reggel beszéltem vele utoljára, és úgy volt, hogy hetente egyszer volt egy ilyen csoportterápia a kórházban, egy nappali kórházban bejárt, és akkor ott egy kicsit ránéztek, vagy nem tudom, mit csináltak. Hetente egyszer volt csütörtökönként a csoportterápia, és csütörtök reggel nem azt mondta, hogy de jó, hogy lesz egy csoportterápia, mert milyen jó ott, és egyre jobban vagyunk, mi többiek, hanem hogy fél a nővértől, aki ott dolgozik a kórházban, mert ő majd ilyen rideg hangon fogja utasítgatni, hogy üljön le Katika, pedig azért nem tud leülni nyugodtan, mert a gyógyszerek mellékhatásai között ott van a nyugtalanság, és az idegesség, és az akaratlan izommozgások, és a belső feszültség. És ez egy olyan visszássága a történetnek, hogy ugye azért kerül valaki a pszichiátriára, kivéve a rossz indulatú szomszédos történetet, hogy ott valamilyen segítséget kapjon. És nem azt kapott. És szerintem túl későn találtam meg az alapítványt, ha jól emlékszem, egy ismerősöm ajánlotta, már a halála után. És noha megpróbáltunk valamit tenni, az én ügyemben az volt szerintem a probléma, hogy az anyukám még kamaszkorában
egyszer már megkísérelt öngyilkosságot. És igaz, hogy 40 évvel később történt a következő, de a pszichiátria szerint ő neki hajlama volt erre. Tehát ez a... mintha elmennék egyszer kirándulni valahová, 40 évvel később megint, és akkor én mindig oda akarok kirándulni. Nem így történt. Tehát valószínűleg ez egy olyan jogi fogódzó volt nekik, ami miatt nem igazán lehetett eredményt elérni nálam. Viszont a lelki támaszt kaptam legalább. Tehát volt kihez fordulni, volt, aki meghallgassa a történetemet értelmesen, tehát tudta, miről van szó. Nem én voltam a hülye, hogy ezt meg szeretném bepanaszolni, hogy az anyukám miért halt meg értelmetlenül. És hát valahogy így. És hát azóta nem szeretem a pszichiátriát. Azért egyszerűen csak akkor, hogy az alapítványra rátalált, és egy kicsit beszélgettünk arról, hogy mint média referens, ugye, segíti az alapítványnak a munkáját. Mi a meglátás, hogy ugye a médiát szidjuk nagyon sokan, minden irányból tényleg vannak nagyon kártékony hatásai, de tudunk azért jót is tenni, és most egy kicsit elébe megyünk annak, hogy a többiek, akik megnézik majd ezt a műsort, már ne legyen túl késő, legyen egy lehetőségük arra, hogy megkeressék ezt a szervezetet, hogyha szükséges. Hogy mi a tapasztalat, hogy mint média referens van-e érdeklődés? Én magam csak nagy filmeket, könyveket olvastam, illetve olyan önvallomásokat, történeteket, tehát ezeket valahogy mindenki, ha már a családtagok elmennek, akkor meri úgymond kitálalni, elmondani a Lipótmező történetét például, majd esetleg erről is beszéljünk egy picikét, ami így közszájon van. Mennyire nézik ezeket az emberek? Van-e érdeklődés média szinten? Hát én körülbelül egy éve csatlakoztam az alapítványhoz. Úgy éreztem, hogy többet kell tennem társadalmilag, mint amit addig, és ugye az érintettség miatt úgy gondoltam, hogy így jobban tudom képviselni az alapítványt is. És tavaly ősszel kezdtük el, mikor így megszoktam a helyzetet, hogy miről is van szó, és mit kellene tenni. Tavaly ősszel kezdtünk el egy ilyen televíziós interjúsorozatot szervezni az elnök úrnak. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt fél évben több százszor jelent meg elnök úr valamelyik tévécsatornán. Volt rövidebb, volt hosszabb beszélgetése is, és azt látom, hogy van érdeklődés, viszont úgy látom, hogy még mindig sok ember nem tud eleget erről a területről. Tehát én azt szeretném elérni, hogy ha valakinek eszébe jut a pszichiátria, akkor jusson eszébe az alapítványunk is, mindkét oldal, tehát hogy ha baj van, akkor, tehát ha a pszichiátrián baj történik, akkor egyből tudjon hozzánk fordulni, vagy akár előzetesen tudjon érdeklődni, hogy mire kell odafigyelni, milyen jogszabályok vannak, amiket elvileg be kell tartani egy pszichiáternek is, hogyan tudja követni a folyamatot egy családtag például, hogy minden rendben legyen, és ezt még nem értük el, tehát ez még folyamatban van. Reméljük, egy kicsit mi is hozzá tudunk járulni. Köszönjük. Még egy témát szeretnék az elnök úrtól kérdezni. Koppány említette ugye az édesanyját, hogy gyerekkorában már megpróbált öngyilkos lenni. És hát nekem is van egy kamaszkorú gyermekem. Látom, hogy ez a mostani generáció miben él, mennyire van az idegrendszere leterhelve, akár szórakozáson keresztül, az interneten keresztül, merő jó érzésből, egy agyonhajszolt idegrendszerű gyerekeink vannak, ezek az idegmozgások, az izommozgások igazából nagyon lefárasztják magukat, illetve ha nem kapják meg ezt a digitális drogot, akkor elvonási tüneteken keresztül lesznek feszültek. Na most ez egészen mondjuk a 3 éves gyerektől kezdve már adott, mert ezek a mai gyerekek annyira hozzá vannak már ehhez a rengeteg ingerhez szokva, és úgy néz ki, hogy az agyunk azért igényli is ezt, hogy még többet, még többet, még többet, de egy idegrendszerileg, mentálisan túlterhelt fiatalkorúságról van szó, akiknél szintén vannak olyan jellemző viselkedések, amikor ugye vagdossák magukat föl, hogy a bennük lévő feszültséget csökkentsék a maguknak okozott fájdalommal, ami nem öngyilkossági kísérlet, hanem egyszerűen feszültség oldás.
És ugye ezt is látjuk, halljuk, hogy a mai fiataloknak a kezelése is beleesik ugyanabba a protokollba, ami nem feltétlenül ugye a gyógyuláshoz vezet, hanem ugyanúgy megkapják az antidepresszáns, nyugtató hatású készítményeket, hogy mivé válik majd az ő felnövekvésük, hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ezt az, akár egy ilyen nem is öngyilkosságra való hajlamot 30-40 évesen, akár lehet sokkal előbb elkövessenek ebből a belső feszültségből adódóan, hogy hogyan látja az alapítvány, azt elnök úr, hogyan látja azt, hogy mi lenne a megoldás arra, hogy a kezelésükben bekövetkezzen változás. A pszichológia, nem akarom őket bántani, észrevettük, hogy akár néhány spirituális gyakorlat, akár a meditációk, bizonyos dolgok hamarabb hoznak valódi gyógyulást, mint amit egy orvosilag elismert diplomával rendelkező szakember el tud. Tehát maga lehet a tananyag elavult már, tehát a pszichológia, a pszichiátria nem tudja megoldani ezeket, és például miért kellett bezárni egy ilyen elmegyógyintézetet, amit ugye közszájon használtunk mindig, hogy akkor megyünk a Lipót mezőre, de hát nem tudom, hogy erről lehet-e tudni valamit. Említette, hogy azért vannak fejlődések abban, hogy nyílnak új területek, meg ugye ezek az osztályok, a pszichiátriák azért fejlesztés vagy fejlődésben vannak, hogy erről esetleg, hogy önnek mi a véleménye, és önnek akár személyesen, hogy mi lenne a megoldás arra, hogy változzon ez a kezelés, és lehetőleg minél fiatalabb korban már a megfelelő kezelést kapják az emberek. Sok kérdés hangzott el itt, és mindegyik fontos kérdés volt. Igyekszem sorra menni, amennyire tudom. A fiatalokkal kapcsolatban azt gondolom, bár ez eléggé kívül esik az alapítványunk meg az én kompetenciámon, de azért csak amit gondolok róla. Sok ilyen dolog, ami beleesik kicsit a társadalmi jelenség kategóriájába, fiatalok vagy korcsoportok, stb. Én azt gondolom, hogy ezek alapvetően nem is feltétlenül egészségügyi kérdések. Ezek társadalmi kérdések, szociális kérdések, neveltetési kérdések, nagyon sok minden lehet. Ugyanúgy, mint ahogy azok a problémák, amelyek miatt emberek a pszichiáterre bekerülnek, ezek sem feltétlenül egészségügyi problémák. Rengeteg minden állhat a háttérben. És igazából az egyik legfőbb nehézség manapság az, hogy, és ezért vagyunk nehéz helyzetben, hogyha minket azzal keresnek meg, hogy a nagymamámnak elborult az elméje, segítsenek, hogy mit csináljunk, mert sajnos az a baj, hogy nincs egy olyan pszichiátriai intézet, ahová az ember jó szívvel azt mondaná, hogy vigyél be oda majd ott. Mert mindenhol ugyanazokat a kezeléseket, ugyanazokat a protokollokat alkalmazzák. És nagyon jó tudom, hogy vannak emberek, akik azért mennek erre a területre, mert segíteni akarnak. Mert az volt az eredeti kiinduló pontjuk, hogy ők segítenek. De az a baj, hogy az egésznek a módszertana az, amik ahogyan ma a pszichiátriai kezelések történnek, amikből ezek állnak, ezek sajnos, ugye erről az elején ejtettünk egy pár szót, nem jelentenek igazi segítséget. Csak a gyógyszerezés, csak a kontroll, a megszorítások, stb. Tehát a legjobb szándékkal sem lehet ebből jót kihozni. És tulajdonképpen, amikor a Lipótot bezárták, ugye ez 2007 végén volt, ez igen, tisztában vagyunk vele, hogy ez mekkora szimbolikus dolog volt, ugye ez az egész pszichiátriának a szimbóluma volt az OPNI, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, vagy közkeletű nevén a Lipót. És akkoriban sokszor nekünk szegezték a kérdést, hogy nekünk ezzel kapcsolatban mi a nézőpontunk, és most sem tudok más mondani, mint akkor. Én azért, megmondom őszintén, azért nem ejtettem könnyeket, mert ebben az intézetben is bármilyen nagyra is volt fújva a hírneve, ugyanazokat a kezeléseket alkalmazták, mint amiket manapság bármelyik másik pszichiátrián. Ugyanazokat a gyógyszereket, ugyanazokat a protokollokat. És amire viszont igazán szükség lenne, és ez egy nagyon lényeges vonatkozása a dolognak, az viszont az, hogy igenis lennének működőképes alternatívák, igenis lehetne mit csinálni, tehát az, hogy mentális egészségügy létfontosságú dolog, erre szükség lenne egy olyan elmeegészségügyre, egy olyan mentális egészségügyre, amelyik tudja szolgáltatni azt, amit megígér az embereknek.
Azok az emberek, akiknek nincsen saját köze különösebben ez a területhez, se saját magán, se rokonságán keresztül, megjegyzem, lehet, hogy ezek kevesebben vannak, mint gondolnánk, ők azt gondolják, hogy ugye a pszichiátria az képviseli a mentális egészségügyet, ha valakinek ilyen jellegű problémája van, be kell vinni, és majd ott meggyógyítják, és nem is tudják, hogy ez milyen távol áll a valóságtól. És sokszor az emberek csak akkor szembesülnek azzal, hogy mennyire nem ez a helyzet, amikor saját személyes tapasztalatot nyernek ezzel kapcsolatban, akár magukkal, akár egy rokonukkal, családtagjukkal kapcsolatban. De még egyszer mondom, lehetne alternatív módszereket bevezetni, lennének alternatívák, és most nem feltétlen arra gondolok, hogy ezoterikus dolgok, tehát még csak nem is ez, hanem arra gondolok, hogy olyan józan, hétköznapi, észszerű dolgok, amik nagyon is kézzelfoghatóak, sok minden olyan, amivel mi magunk is tisztában vagyunk. Hozzá kell tennem azt is, hogy számos helyen a világban az elmúlt mondjuk 100 évben történtek kísérletek arra, hogy olyan elmeintézeteket indítsanak, ahol a hagyományos pszichiátriai kezeléseket félretéve józan, észszerű, szelíd, hatékony eszközökkel segítsenek ezeknek az embereknek, és nagyon figyelemreméltó eredmények születtek. Erre számos példa van a világban, és az egyik kiadványom itt van az asztalon, ebben pont van egy összefoglaló, az a kicsi, abban pont van egy áttekintés ezekről a fajta, nem a teljesség igénye nélkül, de áttekinti a dolgot. Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, annyit mondanék, hogy ha összegezni akarnánk, hogy egy mentális egészségügyi intézet, ami valóban eredményeket produkál, miből kellene, hogy álljon, akkor ha összegeznénk a meglévő tapasztalatokat, nagyjából a következőket lehetne közös nevezőként leírni. 1. A pácienseket hagyja mindenki békén, nyugodtan, ne erőszakoskodjanak velük, meg ne kényszerítsék őket, meg ne kötözzék le. Tudjanak rendesen, ki tudják pihenni magukat, tudjanak aludni. Eleve legyenek egy olyan helyen, ami egy nyugis hely, ahol senki nem zargatja őket, ahol nyugalomban vannak, békén hagyják őket. Tudjanak pihenni, kapjanak rendesen enni. Ha testi bajuk van, azt vizsgálják ki és gyógyítsák meg, mert nagyon sokféle olyan testi állapot van, ami egész egyszerűen annyira tudja irritálni a testet, hogy attól az illető szellemileg is be tud kattanni. Erre lehet nagyon egyszerű példákat felhozni, de szerintem mindenki életéből ismer, tudja, hogy milyen hatással van az embernek a lelki állapotára az, ha egész nap töri a lábát a cipő, vagy ha egész nap fáj a foga, vagy valami olyan testi baja van, ami nem hagyja nyugodni az ember. Ha rosszul táplálkozik. Vagy ha az ember egész nap éhes, igen, hát elég mogorva tud lenni az ember. Rengeteg olyan betegség van, testi állapot, ami kiválthatja azt, hogy az illető mentális tüneteket mutat. Ezeket meg kell keresni, kezelni kell. Tehát ezek. Csinálhasson az illető valami olyat, amiben örömét leli, vagy ami valami tevékenységet, ami javítja az önbecsülését, amitől értékesebbnek érzi magát. Kommunikáljanak vele, hallgassák meg. Terápiás értéke van annak, ha meghallgatják az embert, ha csak elmondhatja, hogy mi baja van. És ezek a dolgok, szervezenek nekik programokat, csináljanak ezt-azt, ezek a dolgok sokkal-sokkal többet tennének a mentálisan zavart emberekért, mint az, ami ma a pszichiátriákon folyik. És ebben ehhez nem kellenek pszichiátriai szerek, tudatmódosító szerek. Lehet, hogy kellhet egy altató, hogy tudjon az illető nyugodtan aludni, főleg eleinte. De ez nem egyenlő a szedálással, ami manapság ugye folyik. És ezek a fő dolgok, meg még talán egy-két dolgot hozzá lehetne tenni, ami körvonalazza azt, hogy hogyan is nézne ki egy olyan elmeintézet, ahol valódi segítség folyik. Megjegyzem, Magyarországon is volt egy olyan, ami már ebbe az irányba vitt, és erről az Aranyketrec című könyv írt, egy viszonylag elhíresült könyv írta le nagyon klasszul ezt az intézetet. Ez Magyarországon Vas vagy Zala megyében működött még az 50-es években Benedek István pszichiáternek az irányítása alatt, a Benedek Elek meseírónak az unokája. És ez a könyv, az Aranyketrec egy igazi szeretetreméltó humorral és nagyon olvasmányosan írja le, hogy ő, aki ennek a pszichiátriai intézetnek a vezetője volt, hogyan igyekezett nagyjából azoknak a dolgoknak teret adni, amit elmondtam. Többé-kevésbé. És hogy milyen jó eredményeik voltak. Országos híre lett az intézetnek, hogy milyen jó hatásfokkal kezelik ezeket az embereket. Szóval lenne példa, és ez sokkal inkább azt gondolom szándék kérdése, nincsen pénz vagy infrastruktúra kérdése az, hogy ilyesmit bevezessünk. Sajnos, ami különböző lobby tevékenységek befolyásolják az egészségügyet, az orvosok képzését, az egész területet, addig hát nem könnyű ezt elbillenteni egy változás irányába, de mi a magunk részéről azon igyekszünk, hogy azért ebben az irányban is hozzunk
létre egy társadalmi változást? Hát én nagyon hálás vagyok a magam részéről, már csak azért, hogy létezik egy ilyen alapítvány, én sem tudtam róla. Nekem is szükségem lett volna arra az információra, nem egyszer, amikor kétségbe esett telefonokat kaptunk, és nem mi sem, tehát átérezve az ő tehetetlenségüket, mi is ezt éreztük, csak hogy hát nem tudunk ebben segíteni, mert se jogosultság, se szakértelem, se ismeretség, semmi nincsen, hogy ilyen esetben inkább ilyen nagyon mélyen elhallgatott tabu ügyekhez, sötét ügyekhez hasonlítanak ezek a történetek, miközben én sem tudtam soha eldönteni azt, hogy akivel éppen telefonon beszélek, ő biztos, hogy normális-e, mert nem lehet, ezek annyira nehezen megállapítható ügyek, és én nagyon hálás vagyok, hogy létezik ez a szervezet, hogy felvállalták azt, hogy ebben a témában igenis most már a médián keresztül is megjelennek és megnyilatkoznak, és ez biztos, hogy azon túl, hogy mindenki próbáljon meg a saját mentális egészségéért tudatosan tenni nap mint nap, fontos, hogy egymásra figyeljünk, hogy egymást támogassuk. Nem kívánok önöknek sok ügyet, nem kívánom a társadalomnak azt, hogy sok ilyen helyzet legyen a közeljövőben, ami akár ennek a mostani megszorított rendkívüli helyzetnek a következménye lesz, szükségszerű és természetes következménye. De azt nagyon kívánom, hogy egyre hathatósabb eljárások, protokollok alakuljanak ki, ami nem csak segítségnyújtás címen fog megjelenni, hanem alapvető eljárásként fog bekerülni majd akár az egészségügybe, vagy bárhová csak segítsen. Úgyhogy nagyon sok sikert, jó egészséget, kitartást kívánok a munkájukhoz. Köszönjük, hogy eljöttek. Mi pedig köszönjük a meghívást. És köszönöm szépen a bizalmat, hogy elmondta. Úgy érzem, hogy kell, hogy az embereknek felnyíljon a szeme. Igen. Ezért. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket, önök VNTV-t láttak. Ki fogjuk írni az alapítványnak az elérhetőségeit ide a szövegbe is, és ide a filmbe is, ahol most mondom és említem, hogy tudják keresni őket. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják, viszontlátásra!